Vádat emeltek a 2017-es Kozma utcai fogolyzendülés résztvevői ellen. Azért lázadtak fel a rabok, mert az őrök elvették tőlük az engedély nélkül bevitt mobiltelefonokat, valamint a náluk lévő kábítószert is. A randalírozó rabokat végül kommandósok fékezték meg. Ha letöltik jelenlegi büntetésüket, akkor a fogolyzendülés miatt még újabb olyan 5-8 évet bent maradhatnak. Kábítószert, mobiltelefonokat és egy bicskát is találtak az őrök az egyik zárka biztonsági ellenőrzésénél a Kozma utcai börtönben 2017. júliusában. A zárka 10 lakója közül 5-en nehezményezték, hogy a tiltott tárgyakat az őrszemélyzet lefoglalta és randalírozni kezdtek. Megrongálták a zárka berendezését, ütötték az ajtót és fenyegették a börtönőröket. Egyik társukat pedig, aki nyugalomra próbálta inteni őket, megverték. Mivel a randalírozást a felszólítás ellenére sem fejezték be, kommandósokat kellett bevetni a megfékezésükre. A hazai börtönökben az ilyen és hasonló jellegű rendkívüli eseményeket a szervezetünk speciális egységei, az úgynevezett műveleti csoport tagjai számolják fel. A konkrét esetben ugyanezt történt, kollégáim gyors és hatékony intézkedésének köszönhetően haladéktalanul felszámolták az eseményt. Az ügyészség most vádat emelt a fogolyzendülés résztvevői ellen. A fővárosi főügyészség 5 férfival szemben fogolyzendülés büntette miatt emelt vádat, 3 vádlott erőszakos módon követte el ezt a bűncselekményt, amely minősített esetet a törvény 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget. A vádlottak jelenleg is töltik korábbi jogerős ítéletüket. A fogolyzendülés miatt egyikük sem bocsátható feltételes szabadságra, és ha letöltötték büntetésüket, további börtönévekre számíthatnak.